Itt hamarosan a könyvek uralják majd a teret, ugyanis az itt épülő tudásközpont ezen részén a levéltár és a könyvtár kap majd helyet. Erre azonban egy kicsit még várni kell. Böhm Tibor, a kivitelezést végző ZAEV ZRT főmérnöke úgy nyilatkozott, jobban haladnak a munkákkal, mint tervezték. Reméli, így is marad, de az egyik legfőbb ellenségüket, az időjárást nem tudják kiszámítani. A novemberi munkafolyamatok során elérkeztünk egy új fázishoz. Teljesen elkészült a mély alapozás, tehát a mínusz 8 méteren kész van az alap. Jelen pillanatban a vasbeton lemezek készülnek. Három ütemben készül el, 400 köbméter, 300 köbméter, 400 köbméter. Úgy gondolom, hogy jó ütemben halad a munka, hogyha télen, ha télen engedi, akkor nagyon jó időben, jókor el fog készülni a szerkezet. A nem mindennapi központot a Modern Városok program forrásaiból valósíthatják meg Szekszárdon. A beruházás előreláthatólag bruttó 7,7 milliárd forintba kerül, mely már a tartalék keretet is tartalmazza. Az épület 60%-át a levéltár és a könyvtár foglalja majd el, a fennmaradó 40%-ot pedig a közösségi tér, amit a legmodernebb eszközökkel szerelnek fel. Jelenleg a kivitelezők nem csak az építkezés precizitására figyelnek oda, de a biztonság ellenőrzése is fontos a munkának ebben a fázisában. 65 fő dolgozik, szerkezetépítők vannak, és a pillérket készítik elő, illetve a mélyalapozás tetején a cölöpfejeket réselik le, és itt vannak az akusztikus mérések, akik jelen pillanatban mérik az pilléreknek a terbíró képességeit egy szonárral. A következő hetekben több olyan nap is lesz, amikor sötétedés után is dolgoznak majd a területen. Az épület falai a tervek szerint már 2021 év végére állni fognak.